Több évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat Baranya Szentgyörgyön, hogy Ullantal plébánosról teret nevezzenek el. Szobrot is emeltek a település központjában. Itt áll az a ház, melyben lakott és dolgozott az a lelkipásztor, akit csak embermentő préposként emlegetnek. Ejzemon János polgármester elmondta, hogy nem szerveztek gyűjtést, csak egy felhívást, amire a helyiek és a környékbeliek is felfigyeltek. A Rostás Jenő atya kezdeményezésére nevezték el Ullantal térnek ezt a teret, a halálnak azt hiszem 10. évfordulóján, és utána akkor emeltek egy szobrot is itt neki, amit található a plébániával szemben, és utána kettő ciklussal következtem polgármester, és utána kezdeményeztük a képviselőtestület ennek az emlékének a megőrzését egy ilyen emlékszobával. Az épületet 5 millió forintért sikerült megvásárolnunk a Római Katolikus Egyháztól, és most 11,5 millió forintos összegben tudtuk a pályázatot nyerni, és abból tudtuk felújítani ezt, és kialakítani ezt az emlékszobát. Rostás Jenő esperes, aranykeretből fakeretbe címmel írt könyvet a falu motorjaként, a közösség egyik legkiemelkedőbb építőjeként ismert egyházi emberről. Az emlékszoba berendezésében is segítőkezet nyújtó Jenő atya bemutatta stábunknak a múzeumba illő helyiséget. Ez volt Ullantalnak a irodája és egyben a hálószobája is. Ugyanis ide fogadott a német kitelepítéskor egy német családot, egy kovácsmestert, feleségével és a 4 leányával. A legidősebb leány nála már ilyen házvezetőnő, meg sekrestés is volt, és hát így kerültek végül is ide ebbe a lakaházba. Itt is haltak meg a szülők, 3 leány innen ment férjhez, a legidősebb, a Mariska, pedig maradt házvezetőnő és sekrestés, ő nem ment férjhez, fiatal korában betegeskedett. De nem egészen így nézett ki ez a szoba, akkor az érthető, mert hát ugye 40 éve halt meg. Azóta már sok minden elkallódott, amik voltak személyes dolgai, amit egy-kettőt sikerült még összegyűjteni, azokat próbáltuk idehozni. Itt látható a pápai kápláni díszruhája, ezt a pápai kápláni címet még Párizsban kapta, ugye hát ő ott volt kint Párizsban sokáig, erről külön hosszan kéne beszélni, ebben a kis könyvben benne írtam. Ez a pápai kápláni díszruhája, ez a stóla rajta, ez is az övé volt, ezt is Párizsban kapta. A másik pedig alul az a hosszú fehér miseink, szintén a párizsi apácák készítették neki, a miseruha pedig az, amit a itteni hívek az aranymiseére készítettek neki. Na most ő később címzetes préposti kinevezést is kapott, ezzel jár az a bizonyos süveg, amit akkor nagyobb ünnepeken használt, és azért tettük ezt is oda, azt a miseruhához szokta használni. Az átadó ünnepségen beszédet mondott, majd a szobát megáldotta Felföldi László, pécsi megyés püspök, aki beszédében méltatta Ullantalt. Nagy-nagy örömmel jöttem, és köszönöm, hogy ilyen csodálatos ünnepet varázsoltak itt. Elsősorban én is köszönöm polgármester úrnak, mert valaki kell minden ügy mellé, minden ügy élére. Biztos, hogy sokan mellé álltak, akik ezt-azt hozzáadtak, de kell valaki, aki összefogja, gondol rá, tervezi, építi, és kell valaki, aki támogatja, hogy ez megvalósuljon. Tehát benne vagyok nyakig ebben a világban, tehát tudom, hogy tudunk tovább lépni. Az az első gondolat, hogy mindenki szívében emlékszobát kell létrehozni, és az az igazi, amit létrehozunk. És azért hozhatunk bárkinek a Földön, és most itt egy lelkipásztornak egy emlékszobát, mert sok-sok szívben van egy emlékszobája. És hálát adunk érte. És ezt a gondolatot szeretném csak úgy a szívünkbe vésni, hogy kiknek van az én szívemben emlékszoba. Kikre emlékezem? Hálával, köszönettel, mert ott voltak az életemben, a sorsomban, egy nagynéni, szülők természetesen, nagyszülők, keresztszülők, szomszéd, akire úgy eszembe jut, és azt mondom, olyan boldog vagyok, hogy jelen volt az életemben. Hogy tőle az én életem, a szavai, a tettei, vagy csak ahogy láttam a sorsát, az több lett. Jobb lett. És ugyanakkor itt van a felelősségünk. Mi egymásnak, szeretteinknek,
családtagjainknak, közösségünknek milyen emlékszobát teremtünk. Az ő szívében mit hagyok, amikor majd én nem leszek, már csak az emlékszobában leszek, akkor mire fog emlékezni? Ullantal közel 2000 magyar zsidó származású embert mentett meg, például a világhírű képzőművészt Viktor Vazarelit is 1942-ben a németek által megszállt Párizsban. A párizsi magyar katolikus misszió vezetőjeként több száz zsidónak állított ki olyan tagsági igazolványt, amely szabad közlekedést biztosított számukra, így családukkal együtt tudtak elmenekülni. A Gestapo letartóztatta, 5 havi szigorított börtönre ítélték. Büntetésének megkezdéséig szabadon engedték, amit kihasználva Magyarországra menekült, majd az 5 nyelven beszélő lelkipásztort Baranya-Szentgyörgyre helyezték plébánosnak. Itt 1982. április 10-én bekövetkező haláláig szolgált. A kommunista diktatúrában is kiállt az elesettek, üldözöttek mellett, valamint ellenezte a sváb kitelepítést is.